Jó estét kívánok, kedves nézők, ez már itt a háttér, Alkímia a konyhában, ez a címe annak a kötetnek, amelyet nagy szerencsénkre egy szegrédi séf jegyez, Tóth Pál, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz. Nagy meglepetés nem éri a nézőket, hiszen már egy híradó tudósításban beszámoltunk erről a kötetről, de most már itt van, kézzelfogható formában. Igen. Banális a kérdés, de mégis mit éreztél, amikor kibontottad az első csomagot, és nem tudom, te hogy szoktad, mi meg szoktuk szaglászni a könyveket elsőként. Hát én is megszagoltam legelőször, és izgatott vártam már, hogy a kezembe foghassam, mert tavasszal kezdtem el a könyvnek az írását, szerkesztését, és nagyon-nagyon izgatott voltam, hogy milyen lesz kézbe fogva, de tetszett a végeredmény. Nagyon sok mindent írnak rólad, nagyon sok mindent lehet olvasni rólad. Kicsit szokták mondani, hogy menjünk vissza a kályhához, de most inkább a tűzhelyhez menjünk. Azt mondja, ételei, ahogy az élete is egyfajta kiteljesedésről beszélnek arról, hogy lett a lázadó kamaszból elszánt, tudatos, alázatos séf. Azért ezt a pillanatot elevenítsük fel. Aha. Mert azért ez talán majdnem kis túlzással egy pillanat volt, amikor ez váltott. Hát igen, hát én is egy ilyen lázadó tinédzser voltam, mint nagyon sok akkori korombeli fiatal, csak talán kicsivel jobban, mint a többiek, vagy sokkal jobban, mint a többiek. És valahogy egy megelégedést keresett az én lelkem, amit nem talált sem erre. És én ezt a megelégedést, ezt Istenben találtam meg, és én egy 8 évvel ezelőtt én megtértem Istenhez, és akkor változott nekem az életem egy hatalmasat. És azután kezdtem el fejlődni akár a szakmámban, és akkor formálódott át az én látásmódom az életről, a világról, és neki köszönhetem, azaz Istennek köszönhetem, hogy az vagyok ma, aki vagyok. Van egy nagyon fontos szó szerintem ebben a történetben, az pedig az alázat. Mm-hmm. Akkor értetted meg talán ezt a szót is, mert ha valakinek alázatosnak kell lenni, én azt gondolom annak, aki séf szeretne majd lenni. Legalábbis ezt látjuk a tévéműsorokban és mindenhol. Igen. Talán így a hitélet meg a munkai alázat, vagy a szakmai alázat, az én azt gondolom, hogy ez is összekapcsolódik, hiszen aki, amit mondtam az előbb, az Isten élményem, ez a megtérésem, tehát az, hogy egy új lapot kaptam Istentől, az jár van egy olyan vele következő dolog, hogy az ember alázatossá válik emiatt az ő jelleme, és ez kiad a szakmai életére is. Na most azért a szakmai életed az hihetetlen módon és nagyon gyorsan és nagyon színesen és nagyon eredményesen és mindenki szuperlatív szokban ír rólad alakult, ehhez azért kellett rettentően sok munka is. Sosem volt az, amikor megtorpantál egy kicsit, hogy ez az út, amit te végül is most már tényleg Tóth Pálként jellemeznek, amit te készítesz, amit te csinálsz a konyhában. Nem volt egy megtorpanás, hogy ez azért már túl sok munka, nem jó lesz az csak, hogyha én egy étteremben el vagyok. Hát igazából, tehát amióta volt ez a változás az életemben, azóta tehát foglalkozok a hitélettel, ugye, és foglalkozok a szakmai élettel, foglalkoztam nagyon sokat, és amíg mások mondjuk elmentek bulizni, én addig szakmai könyveket olvastam, vagy amíg ledolgoztam egy 13-14 órás műszakot a konyhába, utána recepteket bújtam még egy-két órát az interneten, hogy mit hogy kell csinálni, tehát hogy rengeteg belefektetett munka van abban, hogyha esetleg így írnak rólam, és nagyon-nagyon sok munka. Hát sokszor volt olyan, hogy olyan kiégetnek éreztem magam emiatt, mert azért tényleg nagyon sokat és nagy óraszámban dolgoztam. Most ugye a Covid miatt egy kis leállás van egyébként, így picit örülök is neki, mert van idő mással foglalkozni, igen. De azért ebben marha sok meló van. Egyszer valahol úgy fogalmaztál, hogy a séf munkája nem ér véget azzal, hogy a fakanalat letette, igazából azzal kezdődik, vagy utána kezdődik. Persze, mert ahhoz, hogy mondjuk egy menüt, amikor összerakok, mondjuk, hogyha ilyen speciális vacsorákra készítek menüt, akkor általában
nem csak egy-két fogás van, hanem valamikor ilyen 8-10 tételes menüsort készítek el, az pedig elég sok tervezés, tervező munkát igényel, olyan szinten, hogy mi az, amiben tálaljak. Van olyan, hogy fakérgekre tálok mondjuk ételeket, és azokat, hogy begyűjtse az ember, ki kell menni az erdőbe, ott járni kell, össze kell szedni, azokat megtisztogatni, és ez is sok munka, vagy kövekre, amiket a természetben gyűjtök össze, de tehát arra is nagy hangsúlyt fektetek, hogy mire tálalok, illetve amit ugye mondtam, hogy egy 8-10 fogásnak a megtervezése is ugye sok munkát igényel, és mondjuk a legutolsó ilyen vacsorámon, az Budapesten volt, ahol minden fogáshoz készítettem külön egy menükártyát, azt is én megterveztem, és azt is ugye meg kellett írni, aztán valahol kinyomtattatni, tehát ezek is ilyen sok ilyen nüansznyi dolog, de sok munka van vele. És hozzájárul ahhoz, hogy a vacsora az ne egy vacsora legyen, amit elfelejt az ember egy pillanat alatt, és másnapra már kialuszta, hanem egy életre szóló élmény, valahogy valami ilyesmiről írsz az előszóban és a könyved előszabában. Igen, így van, igen. Amikor a könyvet elkezdted készíteni, gyakorlatilag kinek céloztad? Kinek próbáltad volna összeállítani? Hát sok receptet így összegyűjtöttem, tehát nekem van egy, nem is egy, hanem több receptfüzetem, ahova kézzel vannak írva a receptek, és közben ott ilyen rajzocskák, hogy mit hogy kell készíteni, csinálni. És tavasszal jött ez a nagy covidos leállás, és én foglalkozok ilyen ételfotózással, és ugye elsősorban a saját ételeimet fotóztam. Legelőször csak telefonnal, aztán vettem egy komolyabb gépet, most már azzal készítem a képeimet, és volt marha sok időm tavasszal, ahogy lapozgattam a galériámat, láttam, hogy mennyi jó kép van a telefonomban, és úgy döntöttem, hogyha úgyis sok időm van, akkor ezt kihasználom, és akkor írok egy könyvet a receptjeimből. Igazából ezt szakácsoknak írtam, tehát olyan szakácsoknak, akik benne vannak a szakmába, és tudnak belőle inspirálódni, olyan recepteket kiszedni, amit a saját konyhájukon is tudnak majd alkalmazni, vagy olyan technikákat. Viszont én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy háziasszony szeretne egy picit tudatosabban főzni, akkor hogy elolvassa a könyvet, ő is rengeteget tud belőle tanulni. Már csak azért is, mert most nagyon népszerűek ezek a főzős műsorok, és például magamról és édesanyámról tudom, hogy amikor elindultak ezek a főzős műsorok, pislogtunk a tévéképernyőjére, mert szavakat nem értettünk gyakorlatilag, tehát a szuvidárás az körülbelül nekem ilyen ültechnikának tűnt. Ezek a technikák is például benne vannak a könyvben. Hát igen, és vannak benne olyan ilyen speciális technikák, vannak mondjuk, amit úgy tudunk kiemelni, amit otthon még lehet, hogy én se kezdenék neki, hogy én se köznék bele, mondjuk ezek a fekete zöldségek, a fekete fokhagyma, fekete hagyma, és ez nagyon, tehát minden zöldséggel, gyümölcsel ezt a technikát, minden zöldséggel és gyümölcsön ezt a technikát lehet alkalmazni, amit cukrot tartalmaz. Ez gyakorlatilag az alapanyagot 3-4 hónapig kell 60-70 fokon tartani, és a struktúrája teljesen átalakul. Ez a legismertebb ilyen termék a fekete fokhagyma, átalakul a struktúrája, a fokhagymának az erős szúrós íze egy ilyen balzsamos karaktereket vesz föl, és ezt meg lehet, amit mondtam, több zöldséggel, gyümölcsel is csinálni, és tehát ilyen technikák is vannak benne, vagy például a sous-vide, de a főzésről és a sütésről is rengeteget írok a könyvnek az elején, és ott is egy ilyen tudományosabb megközelítésből, hogy tehát régen a háziasszonyok azért, meg nem csak hogy régen, ismernek a mai napig különböző praktikákat, de nem tudják a miérteket. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy
Az okokat is. És így van, hogy leírtam ezeket az miért okokat ez barna is. A barna? Így van. Nekem ami izgalmas például a könyvet lapozgatva, hogy általában ugyanis szakácskönyvek úgy néznek ki, hogy végy három evőkanál, és a többi, a legtöbb recept ilyen is, de hogy vannak olyan receptek benne, amit direkt úgy hagytál, vagy úgy készítettél, állítottál össze, hogy a szakács, aki majd elkészíti, azért tudjon még kreatívkodni vele. Igen, igen. Azt írtam is az elejébe az ajánlóba, hogy a könyv az úgy áll össze, hogy tehát az elején ilyen konyhatechnológiai eljárások, amit mondtam, főzés, sütés, szubid, egy másfajta látás módon keresztül, és a könyvnek a nagyobbik része alkotja a recepteket, és vannak olyan receptek, mondjuk ilyen kenyér, kalács és különböző desszertek, vagy ropogósok, ahol nem lehet eltérni az anyaghányattól, mert az csak akkor lesz jó, hogyha azokat betartjuk. Azokhoz oda van írva a teljes receptúra az anyaghányaddal együtt, viszont van nagyon sok olyan recept, ahol leírom, hogy én hogy készítem, én mit rakok bele, milyen technikával, milyen eljárással készítem azt a bizonyos ételt, és az olvasóra hagyom, hogy ő mit kezd vele, hogy ugyanígy fogja megcsinálni, vagy ő más tesz bele. Tehát a főzés az arról szól, hogy nincsenek szabályok, nincsenek korlátok, gyakorlatilag én főzök egy gulyásleves, te is főzöl, a szomszéd Mariska nén is főz egy gulyásleves, mindegyik gulyásleves lesz, és mindegyik baromi jó. Ez engem mindig érdekelt, bevallom őszintén, hogy áll össze egy recept, mert nyilvánvalóan rendtelenül sok technikai tudás, szakmai tudás áll a hátad mögött, tehát neked azonban nyilván nem kell gondolkodni, hogy melyik fűszerrel illik össze. De mégis egy ilyen alkotási folyamat, az hogy néz ki? Nekiállsz a konyhába, megnézed, hogy mi van otthon, vagy tudatosan nekiállsz, és kreálsz, és alkotsz? Hát igazából, tehát van, amikor kell a tudatosság, mondom, amikor mondjuk ilyen többfogásos mánit készítek, akkor van benne elég nagy tudatosság, bár azért ott is, tehát én ott is úgy szoktam elkészíteni, most azért mondom ezt a vacsorát, mert ez volt legutoljára, hogy ott is kiírtuk a desszertet, hogy azt hiszem, hogy fehér csoki volt, szilva és élesztő az alkotó elemek, de még nem tudtam, hogy az hogy fog összeállni, tehát az gyakorlatilag az a desszert például az utolsó pillanatoknál állt össze, amikor, hogy jó, oké, akkor hozzátok még azt a liofilizált céklát, és akkor rakjuk rá még azt is. Tehát, hogy én szeretek így dolgozni, hogy szabadságom van, ahol dolgoztam most 4 évig a Káli medencébe, ott minden nap új étlappal mentünk. Tehát az volt, hogy reggel megnéztem, hogy mi van a hűtőbe gyakorlatilag, vagy mi van a zöldségesbe, és akkor mentem a kis papírom, és akkor írtam az étlapot, minden nap írtam az étlapot, és jött a felszolgáló hölgy, és akkor kiültünk az egyik asztalhoz, és minden nap elmondtam neki, hogy mi lesz az aznapi étlap. És azért ehhez kell ez a fajta mentalitás, hogy az ember nem görcsöl rá, hogyha mondjuk az egyik köretből elfogyott mondjuk a padlizsán, mert van még cukkini a hűtőben, és akkor padlizsán helyett a cukkini megy hozzá. És nyilván a vendégek nagyon jól tudták, tehát tudták, hogy hova mennek, hiszen pontosan erről volt híres az étterem. Igen, és ezt teljesen élvezték, hogy akár még, tehát menet közben is változott az étlap, mert egy táblára volt felírva, és akkor, hogyha valami elfogyott, csak letörölték, és akkor írták, amit mondok. Mennyire jöttek a visszajelzések egyébként a vendégek, mennyire kommunikatívak úgy általában, amikor mondjuk különlegességeket kóstolnak? Hát teljesen kommunikatívak, és általában pozitív visszajelzés szokott jönni, aki eljön és megkóstol egy ilyen vacsorát, meg tehát azért ezt úgy csinálom meg, hogy az jó legyen, szóval, hogy ne legyen benne olyan nagy hiba. Úgyhogy teljesen pozitív visszajelzések szoktak jönni. Mert most is, ahogy már korábban említettem, mert most is szuperlatívuszokban írnak rólad, és a szakma is. És ilyenkor felvetődik a kérdés, itt a könyv is, hova tovább? Hát, hova lehet még megújulni, hiszen már gyakorlatilag egy saját branded van, ha úgy fogalmazod. Hát azért most én azt gondolom, hogy vagy én ezt örülök neki, hogy így vannak ezek a dolgok, és nem alázatoskodásból, de én teljesen nem érzem azt, hogy én most nem tudom, valaki lennék egyébként. Én örülök neki annak, hogy
hogy vannak bizonyos emberek, meg akár szakma is, hogy ismeri meg, van, aki elismeri az én munkámat. Én ennek örülök, de nem tulajdonítok én ennek különösebben nagy jelentőséget. Szóval igazából szerintem azért még van hova. Teszed a dolgod? Persze, teszem a dolgomat, és igazából örülök a dicséreteknek, de igazából most ez így furán hangzik, de annyira nem foglalkozok vele, mert igazából nem ez számít. Most a Covid ugye megtörte mindenkinek az életét elég rendesen, és új vizekre próbálnak sokan nevezni. Én ahogy olvastam, te nem szeretnél. Te azt szeretnéd, hogy a sífek, szakácsok megmaradjanak ott, ahol, amit ők szeretnének. Hogyan tervezed a jövőt, ha már egyáltalán el lehet tervezni, mert mostanában nem nagyon lehet tervezni? Hát most ugye pihenés, tehát nem is bánom, mert most született meg a kislányom, úgyhogy köszönöm, úgyhogy örülök is neki, hogy most van ez a kis leállás, otthon lehetek a családdal, és hát nehéz ez a mostani helyzet, mert nem tudjuk, hogy mikor nyitunk újra, hogy lesz a nyitás, ki fog tudni egyáltalán megnyitni azok közül, akik eddig mondjuk akár akik számítottak a magyar gasztronómiába. Úgyhogy sok a kérdőjel, de én azt gondolom, hogy ezt az időszakot is ki lehet jól használni, tehát úgy, hogy... Lásd könyv. Hát igen, vagy én, tehát hogy most majd ahova fogok menni, konyhát vinni, oda is már írom a recepteket, a receptúrákat, hogy mit szeretnék. Tehát ki lehet használni ezt az időszakot is, igazából ezt ki kell várni, amíg le nem cseng ez az egész, aztán ahhoz a helyzethez alkalmazkodni, ami jön. Még egy apróságot hagyj egyezzek meg, mert ez nekem nagyon tetszik, és nagyon, nagyon örültem neki. Az első olyan szakácskönyv már, mint profi szakácskönyv, amiben értem a szavakat már a tartalomjegyzékben, ez különösen nagyon jól esett a kis szívemnek. Egyébként azt mondtad, ugye, hogy szakácsoknak, főképp szakácsoknak, séfeknek szántad ezt a könyvet, de azért hozzá lehet jutni? Tehát persze, meg lehet vásárolni, gondolom. Persze, van egy weboldalam, a www.alkémiakonyhában.hu, online, Cegléden is meg lehet vásárolni ezt a Farkas Zsuzsinak a csodálatos borosboltjában, és ha minden jól megy, akkor jövő héten Budapesten is két helyen meg lehet vásárolni, azt majd, hogyha aki követi az oldalamat, az meg tudja, hogy hol. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, remélem, hogy köszönöm fogunk még, akár más témában is, és további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ennyi volt a Háttér, viszontlátásra.